Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Végre talán megtalálták a helyes és jó megoldást Gyulafél átoton, és biztonságosabbá válhat a gyalogátkelés. Erről is szólunk a mai magazin műsorunkban. Előtte azonban meghívjuk nézőinket a Szent Margit óvoda ünnepére, hiszen most ünnepelték fennállásuk 25. évfordulóját. A különböző díjátadások és beszédek után a kis óvodások is megmutatták tudásukat. Ezelőtt Székely udvarhelyen elmentem egy fém üzembe, fémfeldolgozó üzembe, ahol harangokat is gyártottak. És hát a harangokat csodáltam, volt kicsi, volt nagyobb, volt több tonnás. És hogy belegondoltam, hogy itt már talán Veszprém Fajszon láttam, amikor fölemeltek egy 200-300 kilós harangot szép ünnepség keretében. Az is izgalmas volt. De belegondoltam abba, hogy több tonnás harangokat hogy helyezik el. És akkor mondtam ott egy hangosan morfondírozva, kérdezve, hogy hú, azért ez egy csoda, amikor fölhelyezik, hogy kerül oda a nagy harang? Erre egy Székely papbácsi rögtön rávágta, fölviszik a kicsit, locsolják, aztán nagy lesz belőle. Egy kicsit ehhez kapcsolódik az is a kis csodához, hogy érsek atyával múlt nyáron Pécset letettük az óvodának az alapkövét, most meg átadjuk itt Veszprémbe. Ez is egy újabb csoda. De egyben jelzi ez a mostani együttlétünk is óvoda megújítása, megszépítése, hogy az a törekvés és az a élni akarás, ami hála Istennek nemzetben, országban és itt Veszprémben is megvan, az a gyermekeinken keresztül, unokákon keresztül, ezeken a kicsiken keresztül mutatkozik meg. Nyílt az óvoda, varázslatos palota, a falakról vidám álló, kuncogják a nagy világot, innevetkér só barát, felfedezünk száz csodát. Látom, milyen jó kis széke, kimagadnak a
Levi! Tudod, Marca! Hozzánk akarsz tartozni, gyere velünk játszani! Így játszani! Nagyon fontosnak tartja az egyház azt, hogy az ember életét végig kísérje. A fogantatástól kezdve a föld életének a befejezéséig, és ennek vannak nagyon szép állomások, az óvodáskor tipikusan ilyen, ennek mindenki örül, joggal, hiszen benne van a bizalom, a jövő, benne van a reménykedés, hogy a gyermek fejlődni fog, hogy értelmes életet, boldog életet tud élni. És ott van az a szerető közeg a szüleivel, a pedagógusokkal, a fölkészült szakemberekkel, és ott van az egyház is, hogy támogassa őt ebben a növekedésében, ami részben természetes, de mégis szükséges, hogy a tapasztalat alapján mások is segítsék. És ezt akartam hangsúlyozni, hogy egy ilyen természetes növekedés csak bizalmon alapulhat, és csak tekintély alapján növekedhet. Még akkor is, hogyha a tekintélyt az elmúlt időszakban pejoratív módon értelmezik csak, hiszen mennyire fontos egy közösségben, egy társadalomban, hogy az, aki vezet, annak tekintélye legyen. Az, aki irányt mutat, ő ezt tekintéllyel tudja tenni, és bízzanak benne azok, akiknek a vezetésére vállalkozott. És fordítva is igaz, hogy aki tekintéllyel van jelen egy közösség életében, ő pedig reális, valós felelősséget hordoz azoknak az embereknek az életért, akiknek a sorsát rábízták. Tehát nem valami szélsőséges, legfőképpen nem ideológiai elgondolásról van itt szó, hanem mindennapi tapasztalatról. Ez történik a szülő-gyermek viszonyban, ez történik a pedagógus gyermek viszonyban, ez történik egy baráti kapcsolatban is. És ennek a kialakulásának egy nagyon-nagyon megfogható helye és ideje az óvoda, illetve az óvodáskor. És van ez a pedagógiai mondás, mi szerint nem lehet helyrehozni az aratáskor azt, amit a vetésnél elrontottunk, vagyis hogy oda kell figyelni erre az érzékeny korra, és az egyház a maga tapasztalatával, iránymutatásával és eszközeivel segít ebben. Ugye ez az emberi oldala, és látjuk, hogy van egy másik oldala is, ami az épületeket érinti például. Az elmúlt időszakban, bár akkor még nem ön volt itt az érsek atya, nagyon sok minden megújult a püspöki palotától kezdve, iskolákig, óvodákig, de hát tudom, hogy mindig kellene újabb és újabb összeg támogatni, segíteni, mondjuk a parókiákat, templomokat felújítani. Ön hogy látja a jövőt? Bár nem tudom, mennyi volt ideje körülnézni már a Főegyház megyében, de hát ez tudható, hogy mindig kell pénz. Az épületek számunkra eszközként jelennek meg, akár egy óvodaépület, akár egy plébánia, de ilyen szempontból és jól értve egy templom is. Bár Istenháza jelen van, az ember mindig a legszebbet, a legjobbat akarja adni, és az életet akarja odaadni. Így amikor a felújításról gondolkodunk, akkor felelősen az egyház rendelkezésére álló javakat akarjuk eredeti célnak megfelelően felhasználni. Vagyis, ha a Jézus Krisztus személyét akarjuk megismertetni, mert számunkra boldogság, ennek egy kiváló fóruma az óvodai nevelés, akkor teremtsünk olyan óvodai körülményeket, ahol a teljes ember békében, biztonságban tud növekedni. És azt gondolom, hogy minden felelősen gondolkozó fenntartó ezt teszi, és felelősen nem szeretnénk egyetlen egy támogatási fillért sem elengedni magunk mellett, hiszen mindennel lehet a lelkek javát szolgálni.
Kedves igazgatónő, engedje meg, hogy először is gratuláljuk az igen szép évfordulóhoz, az igen szép ünnephez. Hát gondolom, most boldog mindenki. Nagyon köszönjük, valóban. Mindenki rendkívül boldog és vidám ezen a gyönyörű őszi napon. Jóisten kegyes volt hozzánk, és ilyen szép idővel is ajándékozott meg minket, hiszen duplán ünnepelünk, ünnepeljük az intézmény 25. születésnapját. 1994-ben alapították a római Szent Margit Római Katolikus Óvodánkat, valamint ünnepeljük ennek az épületnek, az óvodának a kívül-belüli felújulását, megújulását is egyaránt. Ön ma egy igen szép elismerést kapott. A méltatásban benne szerepelt, hogy többek közt azért, mert hogy sikerült ilyen szépen elindítani az évet, átvészelni az átépítés időszakát, meg hát azért ugye a 25 éves évforduló is mégiscsak önök nevéhez kapcsolódik. Mit jelent ez a kitüntetés az ön számára? Nagyon nagy meglepetés volt ez az elismerés számomra. Nagyon megható, és nagyon büszke vagyok arra, hogy így méltatta a Főegyházmegye, a fenntartó a munkámat. Ez meglepetés volt? Abszolút meglepetés volt. De én azt gondolom, hogy ez a díj nem csak az enyém, hanem ez mindannyiunké, akik itt dolgoznak ebben az óvodában. A dolgozók többsége szinte 20 év óta itt együtt munkálkodik, és a kicsinyeket vezetjük a Krisztusi úton. Tessék szíves mondani, meg lehet azt határozni, hogy egy ilyen katolikus óvoda az mennyiben különbözik? Hát a lelkületében igen, de mennyiben különbözik a másikoktól? Én azt gondolom, hogy külsőségekben ugyanolyan óvoda, mint egy másik. Szép udvarunk van, modern épületünk van, de talán a belsőség, a hit, az összetartozás, a szeretet, a közösség ereje az, ami más egy ilyen intézményben. Egyébként ugye most elég sok pénzből újult meg az óvoda, mennyiből is? Pontos összeget én sem tudok, de az biztos, hogy több százmilliós beruházás történt nálunk. Hát az látható, nagyon szép ez a műgyep, nagyon szépek a játékok, és hát gondolom bent is minden felújult. Így van, a belső terek is teljesen megújultak és felújultak. Burkolatok varázsolódtak minden terembe, folyosókra, a vizes blokkok, a konyhánk, a tornaterem. Azt mondhatom, hogy becsomagoltuk egy ünnepi dobozba az óvodát belül is. Még egy dolgot gyorsan, mert aztán önnek mennie kell. Mennyi óvodásuk van most, és ehhez mennyi a nevelő? Jelenleg 110 gyermek jár hozzánk, 11 óvodapedagógus gondoskodik a nevelésükről, a többi személyzet technikai dolgozó, de ők is kellenek nyilván ahhoz, hogy így együtt munkálkodjunk. És ami nagyon-nagyon jó hír, hogy minden év májusában bőséges gyermek áldás érkezik hozzánk a beiratkozáskor, és ezt megtetézte az érsekség azzal, hogy bővülünk. Egy 2-3 éven belül a Szent Margit Római Katolikus Óvodának egy tagóvodája fog épülni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, amikor Isten fia belépett a világba, gyermekként jött közénk, és később is szeretettel fogadta és megáldotta a gyermekeket, kiemelte méltóságukat, sőt példaképül állította azok elé, akik Isten országát keresik. E felújított óvoda megáldásakor először a gyermekekkel kérjük az Úr áldását, hogy növekedjenek bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Továbbá kérjük Isten áldását azokra is, akikre itt a gyermekek nevelését, oktatását bízzák, hogy megfelelő módon tanítsák őket a hit örömére, a szeretet erényére, képességeik fejlesztésére, a tudás vágyára. Azt is kérjük fohászunkban, hogy a gyerekek úgy találják meg nevelőkben a jelenlévő Krisztus, a tanítót, hogy a jó példa és a szeretetteljes nevelés által mindig alkalmasak és készek legyenek embertársaik megsegítésére és a hit örömteli megélésére. Hallgassuk meg testvéreim a következő részletet Szent Máté evangéliumából. Abban az időben Jézus ezeket mondta: Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket,
és a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Ezt a kapcsolatot bízta ránk Jézus Krisztus. Ebbe vont be bennünket, és a legnagyobb feladat, hogy ezt a kapcsolatot hatékonyan, tanúságtévő módon tudjuk föltárni a kicsinyek előtt, akik egyébként sok esetben nálunknál sokkal éhesebben vágyják ezt, és pontosabban ismerik. Kérjük Urunkat, Jézust, aki követőinek a mennyek országába való eljutás feltételéül szabta a gyermeki egyszerűséget és tanulékonyságot. Urunk Jézus, aki Szűz Máriától születvén megszentelted a gyermekség állapotát is, add, hogy a felújított óvodát használó gyermekek példádat követve növekedjenek bölcsességben, korban és kedvességben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Te a gyermekeknek, a szülők és az egyház által mutatod meg boldogságot adó szeretetedet. Add, hogy mindazok, akiknek a gondjaira bízzák őket, serényen fáradozzanak lelkük nemesítésén. Kérünk téged, hallgass meg minket! Te kiüresítetted magadat, amikor szolgai alakot öltöttél, és hasonlóvá lettél az emberekhez. Add, hogy az egyház minden tagja kövesse alázatosságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Te az emberi egyéniség kialakítására embertársa közreműködését rendelted. Add, hogy akik oktatással, neveléssel foglalkoznak, szüntelenül a közjó előmozdítására is indítsák tanítványaikat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te akkor a szeretetet tanúsítottál a gyermekek iránt, hogy kijelentetted, akik azokat befogadják, téged fogadnak be. Áld meg ezt a felújított óvodát és közösséget. Hallgass meg könyörgésünket a gyermekekért, akik ezt a megújult intézményt örömmel használni fogják. Őrizd őket állandó oltalmaddal, hogy amikor felnőnek, legyenek buzgók szeretetedben, és szilárdan tartsanak ki országod reményében. Szüleik és nevelőik pedig mindenkor segítsék őket, és szorgos igyekvésük testi-lelki javukat szolgálja. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amikor áldást kérünk, akkor mindig és elsődlegesen az emberekre, a személyekre kérjük az Isten áldását, hiszen mi vagyunk azok, akik teremtett világ javait jól, végső célunknak megfelelően tudjuk felhasználni. A szentelt víz keresztségünkre emlékeztet, akkor érintett bennünket az éltető víz, és most az áldás kérésében a szentelt víz ezt erősíti bennünket. Először a gyermekeket hintem meg, talán nem emlékeztek arra, amikor megkereszteltek benneteket, de ez a vízcsepp, ez a pár, ami majd érint benneteket, megkérdezitek szüleitektől, hogy hogyan is történt a keresztelésetek, jó? Otthon. Az Úr legyen veletek! A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon rátok, s maradjon veletek mindenkor. Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála! Hála Istennek, sok ilyen örömteli pillanatban van nekem is személy szerint részen, és sokuknak elmúlt években százszámra újulnak meg bölcsödéink, óvodáink, szerte a Kárpát-medencében. Ez is fontos, hogy itt nem csak a jelenlegi kis Magyarország területéről beszélünk, hanem Kárpát-medencéről is. És legyenek azok állami, önkormányzati óvodák, legyenek határon túli intézményeink, és legyenek egyházi fenntartások. Ez utóbbiban most csodálatos ünnepségben volt részünk, még most is a gyerekek, ahogy táncolnak, ez fantasztikus. És az ember mindig megerősödik, hogy az a
közös program, amit körülbelül 10 évvel ezelőtt kormányzásunk kezdetén elindítottunk, ami benne van a nemzet, benne van a család, benne van a gyermekeknek szeretete, tisztelete. Ez egyre inkább kiteljesedik, és egyre inkább látjuk ennek a gyümölcsét. És én azt gondolom, hogy egyházainkkal, normális önkormányzati vezetőinkkel összefogva, mint itt Veszprémben is, bizony nagyon sok örömet tudunk szerezni, mind a közösségeknek, mind a családoknak, mind pedig azoknak a szakmában dolgozó, legyenek óvodapedagógusok, vagy pedig bölcsődei vezetők, vagy pedig iskolai vezetők, akik mégiscsak ezeket a gyermekeket nevelik, és hát a felnőtt élet irányába elindítják őket. Önélkülük mindezt nem tudnánk megtenni. 100 milliárdok ide, 100 milliárdok oda, az ő lelkesedésük, lelkük, segítésük, szaktudásuk nélkül mindez nem vezetne sehol. Én ott legelől álltam és néztem a műsort, meg láttam önöket is, és azt láttam, hogy a gyermekek programja igen sokszor csalt mosolyt az ön arcára is. Hát ha nem szégyelné férfi ember, akkor még könnyet is mondhatnánk, de az a helyzet, hogy tényleg a csoda volt a gyerekeknek a fellépése, és ebben rengeteg munka van. De azt is érzi az ember, hogy nem csak lelketlen munka, hanem lélekkel teli munka, és talán ez a legfontosabb. És én mondom, oda is fogtam Érsek atyának, hogy ez a mostani ünnepség is a legmagasabb szinten, tehát a dobogó tetején vannak, vagy lenne, hogyha így összehasonlítanánk országosan, és ez szerintem tanítani való dolog. Tehát tovább kell adni. Az, hogy a gyerekek is, egyébként hozzáteszem a felnőttek, akik köszöntőket mondtak ott is, nagyszerű programot adtak és gondolatokat. Szerintem ebből épül a nemzet, ebből erősödik, és nem kell nekünk a adott esetben anyagiakban még jóval gazdagabb nyugatot majmolni, mert bizony ott a lélek sok helyen eltűnik. Arról már nem is beszélve a gyerekeinkről, hogy akarják azt a gyerekeinkkel azt a természetes életet elvenni, hogy a fiú fiú, a lány lány, a fiú az fiú játékokkal játszon, a lány az lány játékokkal játszon. Hála Istennek ez az egészséges életmód itt még megvan, és ezt őrizni kell, de nagyon erősen, mert látjuk, hogy milyen nyomásnak vagyunk kitéve. Fellélegezhetnek a gyulafi rátótiak, talán sikerült végleges megoldást találni a gyalogátkelésre a település központjában, hiszen egy lámpás gyalogátkelőt alakítottak ki. Ha netalántán ez sem hozná meg a végleges megoldást, még mindig vannak források az átalakításra a költségvetésben. Polgármester úr, néhányszor álltunk már itt gyulafi rátóton ennél a kereszteződésnél. Hát valószínű, most megoldódik a probléma, bár hallom, hogy ha netalántán mégsem, akkor még mindig van a költségvetésben erre támogatás. Ugye itt Gyulafi rátót egyik legnagyobb kihívása, vagy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a 82-es út az gyakorlatilag a városrészt, vagy a településrészt kettészeli. Vannak olyan megközelítések is, hogy a egyik vagy a másik oldalon élőknek a születése határozza meg azt, hogy melyik városrészből hogy tud átmenni a másik irányba. Valóban egy régi kihívás, különböző eszközöket, az állami közút, ugye azt is fontos tudni, hogy ez egy állami közút, tehát nem az önkormányzat a tulajdonosa magának az útnak. Különböző forgalom technikai eszközöket már eddig is szereltünk, forgalomlassító szigeteket, zebrát festettünk föl, de a tavalyi esztendőben történt pont egy évvel ezelőtt, vagy nagyjából egy évvel ezelőtt egy sajnálatos eset, ami egy újabb megoldás irányába lökött bennünket, és a helyieknek az volt az igénye, hogy az itt élő gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek a biztonságérzetét jobban kielégíteni az, hogyha itt egy lámpás keresztező, illetve egy lámpás gyalogátkelő helyet tudnánk biztosítani, ami a két városrész, vagy a két városrész között tulajdonképpen a közlekedésnek a biztonságát tudja fokozni. Ez valóban az első lépés, hiszen most csak a gyalogátkelő az, amelyik lámpával biztosított, de amennyiben a forgalom indokolja, illetve az előttünk álló időszakban a tapasztalata azt mutatja, hogy magát az útkereszteződés is érdemes lámpás kereszteződésé változtatni, akkor erre is megvan a következő jövőben a lehetőségünk. A 82-es számú főút az Gyulafi rátót ütőere. Átmegy rajtunk, 2000 embert választ el 2000 embertől, művelődési házat, iskolától és óvodától, tehát ez egy megkerülhetetlen tényező Gyulafi rátót életében, és egy nagyon veszélyes helyzet,
hiszen a gyerekeink ezen közlekednek át, nem csak mi magunk. És bár 2 évvel ezelőtt felújítottuk a 82-es főút gyulafirátóti szakaszát, ugye az Irci utcát, és a számos biztonsági elemet is helyeztünk el a gyalogátkelő kapcsán, de a gyulafirátótiak határozott kérése az volt, hogy még ennél is biztonságosabbá tegyük ezt a csomópontot, ezt a gyalogátkelőt, és ezt polgármester ezt a kérést meg is hallgatta, a költségvetésbe sikerült is betervezni. Így aztán most közel egy év után a kérésnek megvalósult ez a lámpás gyalogátkelő, így aztán mindenki nyugodtan elengedheti a gyerekét, akár a művelődési házba, akár az óvodába, iskolába, hiszen gyakorlatilag így akkor ez most biztonságosan megoldható az átkelés. Valóban ez nem biztos, hogy megoldja a kereszteződés problémáját. A gyalogosok problémáját igen, a kereszteződés problémáját nem. A tapasztalatok majd ezt megmutatják. Pénz van rá, hiszen 40 millió forintot terveztünk idén az Irci utcának a biztonságosabbá tételére. Ez a pénz ez elég lesz, most 11 milliót költöttünk erre a lámpás kialakításra. Ha indokolt és a közútkezelő is úgy gondolja, akkor a két csatlakozó utat, a posta és a Hajmáskéri utcát is lámpásra fogjuk kialakítani, és akkor az egész csomópont nagyon biztonságos. Ez fontos még megemlíteni azt, hogy ez a legbiztonságosabb gyalogátkelő Veszprém és Zirc köz most, de Gyulafirátóton sajnos csak az egyetlen, és én még 2 tervezek, Gyulafirátót északi és déli részén is. Remélem, hogy ez is hamarosan megvalósulhat, és hamarosan akkor is interjút adhatok. Amióta hallgatom polgármester úrat és képviselő urat, ugye a háttér zajokból is hallható, hogy elképesztő a forgalom, tényleg megállás nélkül jönnek autók, személyautók, teherautók, kamionok is talán. Mi van akkor, hogyha hál' Isten, hogy bebizonyosodik, hogy ez mégiscsak jó módszer, biztonságosan lehet közlekedni, a pénz megmarad. Akkor, amit ön mondott most, hogy még tervez 2, akkor oda az a megmaradt pénz átcsoportosítható? Költségvetés módosításának a kérdéséről a Veszprémváros közgyűlése dönt, de nyilván én azt szeretném, hogy persze, hát ezt Gyulafirátótra és az Irci utcára terveztük ezt az összeget, ezt ide szeretném, hogy elköltsük, és igen, más helyszíneken. Ugye ez a 40 millió, ezt azért tudni kell, hogy ez úgy adódott össze, hogy 20 milliót terveztünk erre a csomópontra, 20 milliót pedig a Védára. Na most a Véda az... úgy tűnik a belügyminisztériumnak a visszajelzései alapján, hogy az sajnos nem valósul meg, ezért van ez a nagyobb összeg, amit nyilván itt szeretném, hogy elköltsünk. Van még egy fontos kérdés, napközben érthető, hiszen azért sok gyalogos közlekedik, hogy működni kell a rendszernek, ez éjszaka is így fog működni? Folyamatos üzemű lesz, tehát nem éjszaka nem vált át villogó sárgára, hanem folyamatos zöldet ad az Irci utcán, tehát a 82-es számú főúton közlekedőknek, és csak a nyomógomb megnyomására vált át zöldre. Magazin műsorunk végéhez érkeztünk, köszönöm figyelmüket, munkatársam nevében is további szép estét és jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!